Amikor a határtalanul program kerül szóba egyes intézményekben is a diákok között, mindig a határokon túlívelő barátságok és a nemzetközi kapcsolatok jutnak először a résztvevők eszébe. A Nemzeti Összetartozás operatív programja azt a célt tűzte ki maga elé, hogy közelebb hozza a Magyarországon és a szomszédos országokban magyar lakta területeken élő általános és középiskolásokat. A Garai János Gimnázium is részt vett ezen a programon. Két pályázatot adtak be, és mindkettő sikeresnek mondható, hiszen a 11. évfolyam 4 osztálya eljutott a Vajdaságba, és megismerte Erdélyt. A 11. B és D osztály tanulói, akik a vajdasági magyarokhoz jutottak el, azt mondták, életre szóló barátságok alakultak ki a két iskola tanulói között. Tulajdonképpen a mi részvételünk a határtalanul programon az kettő nagyobb részből állt. Először az óbecsei diákok jöttek hozzánk ide Szekszárdra. Itt megmutattuk nekik Szekszárd szépségeit, igyekeztünk őket minél jobban belevezetni és megmutatni nekik, hogy tulajdonképpen mi hol is élünk és hogyan tanulunk. Egy városismereti vetélkedőt is rendeztünk nekik. Aztán elmentük velük közösen Paksra, az atomerőművet is megmutattuk nekik, illetve az Országházban is jártunk velük közösen, ugye, ami a nemzetünknek a nagy kincsei közé tartozik, hogyha így fogalmazhatok. Aztán nem sokkal később, pár hét múlva mi látogattunk hozzájuk, Szerbiába, és ott töltöttünk náluk egy hetet, ők is hasonlóképpen megmutatták nekünk, hogy ők hol élnek, ők hogyan tanulnak. Jártunk sok városban is velük közösen, megnéztük Szabadkát, Újvidéken is jártunk, illetve ott is Óbecsén megnéztük az ő gimnáziumukat, hogy ők milyen körülmények között élnek és tanulnak, hogyan töltik el a mindennapjaikat. Voltunk Nándorfehérváron, ahol a Hunyadi emlékművet megkoszorúztuk. Az osztálykirándulás alatt a két osztály nagyon összecsiszolódott. Tehát rengeteg programot kellett együtt megcsinálnunk. Ilyen volt ugye ez a vetélkedő a óbecseieknek, ott együtt kellett szervezkednünk. Ez nagyon sokat segített abban, hogy kicsit egymást jobban megismerjük a szokásaikat az embereknek, de amikor kim voltunk Óbecsén, igazából a Vajdaságban, akkor volt a legjobb buli, amikor leginkább egy helyen voltunk, mert esténként volt igazán időnk arra, hogy szórakozzunk, poénkodjunk, játszunk, volt, aki hozott gitárt, beszélgettünk, felelsz vagy mersz minden este. Nagyon-nagyon jó volt, keveredett az egész két csapat. Olyan volt, mintha egyszerűen két külön társaság, kivételesen, mert ez nem gyakori mostanában, egybe folyt volna is. A klikkek felszabadultak, és nagyon jól éreztem magam. A két osztállyal tartó egyik kísérőtanár azt mondta, örül, hogy a diákok jól kijöttek egymással, és a két társaság egymásra talált. A gimnáziumnak az idén két határtalan programja volt. A Magyar Államnak igazából ez a nemzeti összetartozást erősítő operatív programja, és nagy örömünkre szolgált, hogy mi pályázhattunk, és megnyertük a pályázatot. A mi pályázatunknak a címe a Víz összeköt, volt. Arra alapoztunk, hogy a víz nélkül az élet lehetetlen, és tulajdonképpen a történelem során is a víz mellé épültek várak, falvak, városok, hidak. Az élet ott folyt mellette. És ennek kapcsán a gyerekek biológiai vizsgálatokat végeztek, mind Óbecsén, mind Szekszárdon, és azt találtuk, hogy nem térnek el az eredményeink az eddigi hivatalos eredményektől, tehát nagy dolgokat nem tudtunk felfedezni. Viszont, ahogy a gyerekek is elmondták, mind az óbecseiek, mind a szekszádi gyerekek megismerték egymás környezetét, mind a szűkebbet, mind a tágabbat, igazi történelmi értékeket, gyökereket. Látták azt, hogy hasonlóak egymáshoz. Tehát óriási lehetőség volt egymás kultúrájába egy kicsit belelátni. A 11. A és C osztály tanulói Erdélybe jutottak el a határtanuló programnak köszönhetően, majd pedig ők fogadták az erdélyi testvériskola tanulóit. A diákok koszorúztak Magyarországon és Erdélyben is a történelmi emlékműveket. Vanya Nikolett azt reméli, azok a barátságok, amik ez alatt a program alatt köttettek, életre szólóak lesznek. A határtalanul pályázat keretein belül lehetőségünk nyílt megismerni erdélyi kortársainkat a kolozsvári Bátori István Elméleti Líceum 11-es osztályát, és barátságot kötni velük. A program első részében ők látogattak el hozzánk Szekszárdra. Közös programokon vettünk részt együtt, megmutattuk nekik a városunkat, készítettünk együtt kokárdát,
Részt vettek az iskolánk március 15-i ünnepségén, illetve közösen mentünk el a városi ünnepségre is, ahol együtt koszorúztuk meg az 56-os emlékművet. Ezen kívül voltunk velük Pécsen, túráztunk velük Óbányán, illetve Mohácsot is közösen néztük meg. A program lehetőséget nyújtott arra, hogy barátságot kössünk, és tovább ápoljuk a kapcsolatokat, az internet segítségével pedig egészen a kiutazásunkig folyamatosan kommunikáltunk egymással. Most május végén látogattunk el mi Torockóra. Az úton odafelé mi is megkoszorúztuk az aradi emlékművet, illetve közösen elénekeltük a himnuszt. Ezt követően a torockói szállásunkat elfoglaltuk. A következő napokban pedig meglátogattuk Kolozsvárt, ahol közösen tölthettünk időt az újdonsült barátainkkal, illetve megmászhattuk a Székelykövet, megnézhettük a tordai sóbányát, illetve átkelhettünk a tordai hasadékon. Nagyon remélem, hogy ezek tartós barátságok lesznek, mert nagyon-nagyon jól éreztük magunkat együtt, sőt már közös osztálykirándulás is szervezés alatt van, úgyhogy remélem, hogy ezek a barátságok hosszú ideig fognak megmaradni. A másik kísérőtanár, Csirzó Zoltán kiemelte, Magyarország és Erdély közös történelmét és a jelentősebb helyeket ismerhették meg a garaisták és a külhoni diákok. Azt mondta, szerinte fontos, hogy a diákok megismerjenek más országbeli magyarokat is. A mi határtalan programunk az a Történelm Összeköt cím alatt futott, és az igazság, hogy nagyon könnyű dolgunk volt, mert az iskolának a 90-es évek végétől kapcsolata van a Bátori Líceummal, és innentől kezdve már csak annyit kellett tennünk, hogy írunk egy levelet az ottani igazgatónak, hogy segítsen találni egy olyan testvér osztályt, akivel össze tudunk jönni, és tudunk egy közös programot összehozni. Azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon partnerek voltak, mind a mi két osztályunk, aki együtt innen ment, az A osztály és a C osztály, valamint a kinti líceumnak a kolléganői, illetve gyerekei is nagyon-nagyon pozitívan álltak hozzához a lehetőséghez, hogy az állam a határtalan pályázattal lehetőséget biztosít arra, hogy ők eljutaznak ide hozzánk Magyarországra, mi pedig azután, hogy ők itt töltöttek nálunk egy hetet, el tudjunk utazni hozzájuk Kolozsvár és környékére. A garais diákok a vajdasági és az erdélyi társaikkal egy-egy hetet töltöttek el Magyarországon, Erdélyben, valamint a vajdaságban. Mindkét csoport azt mondta, nagyon örültek annak, hogy megismerhették diáktársaik kultúráját, szokásait és mindennapjait, valamint örülnek, hogy barátságok köttettek a határtanuló programnak köszönhetően.